Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. Jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Hír FM és a Kecskeméti adásunkat hallgatják, én Vízi Zalán vagyok, és itt van már velünk, ahogyan megszokhatták, minden hónap végén vagy elején beszélgettünk Bakota Zsolt meteorológussal, mi vár ránk itt Kecskeméten és a környéken, ami az időjárásunkat illeti, illetve hát mit hagytunk magunk mögött. Szervusz, üdvözöllek itt a stúdióban. Hello Zalán, és köszöntöm a rádió hallgatókat. Ugye már sokszor beszélgettünk, úgyhogy nyilvánvalóan, mivel ismerjük egymást, tegeződni fogunk, remélem ez a kedves hallgatóknak sem probléma, és hát akkor csapjunk is a közepébe olyan szempontból, hogy amikor legutóbb itt voltál, arról beszélgettünk, hogy történelmileg is mennyire meleg volt a szeptember, hát az október sem volt hideg. Ez valóban így van, és akárhányszor így megfordulok így hónap elején és érkezem, mindig azzal kezdem, hogy az időjárásunk légköri helyzete a következő hónapra vajon ráegyszáfol, és az október megint nem hazudtolta meg önmagát, úgyhogy történtek események októberben is, akárhogy nézzük. Mennyire volt ez a vártnál sokkal melegebb, vagy az elmúlt évekhez képest melegebb az október önmagához képest? Az összesítés alapján, tehát a maga az 1901-jel kezdődő mérések kezdet óta még nincsenek meg a hivatalos adatok, azonban az előzetes bejegyzések alapján mindenképpen a top 5-ben fog végezni a 2023-as október, és már is megemlítenék egy történelmi pillanatot, hiszen 2023. október 20-án pénteken történelmet írt az időjárásunk, ugyanis 122 éve még nem történt olyan meg októberben, olyan későn, mint azt idén tapasztaltuk október 20-án, hogy hőségnapnak megfelelő hőmérsékleti tartományt, nevezetesen 30 fokot dokumentáljunk, és ez bekövetkezett, ráadásul hol máshol, mint Bács-Kiskun vármegyében, hiszen Kiskun Félegyházán 30 fokig melegedett fel a levegő, de egyébként Tiszaapáron pedig 30,3 fok volt azon a napon, és ez volt ezáltal az október 20-ához köthető legmelegebb hőmérséklet, de több helyütt a kerekített 30 fokot elértük, például Kiskunmajsán is 29,5 fokot dokumentáltunk, ami egyébként az október végi klimatológiai átlagtól csak nem mint egy 10-12 fokkal magasabb hőmérsékleti érték, és már is lelőttem a poént ezáltal, hiszen október utolsó felében nagyjából ez az érték 17-18 fok körül kellene alakuljon, és hát most ez egy picit másként történt, mert ugye ideig mindig ilyesmit tőled kérdeztem meg egy tippként, most én ezt rögtön el is árultam. Igen, és hát akkor beszéljünk arról is, hogy itt Kecskeméten sem volt meleg azon a napon, vagy hát bocsánat, hideg, mert meleg volt, én is emlékszem arra a napra, amikor még reggel, hiszen ez az ősz sajátosság, hogy kabátban, vagy nem kabátban, mellényben jöttem, és akkor délutánra már azt a mellényt azt el is hagytam. Egyébként majdnem 3-4 nap volt, mire rájöttem, hogy hol hagytam el, mert hogy tényleg olyan meleg volt, hogy elég volt a rövid ujjú utána, és egész hétvégén utána jó idő volt. Ez mennyire borította fel a tendenciákat, ugye említetted, hogy azért ez nagyon nem várt szituáció volt. Abszurdum, nem is igazán volt közelről, vagy illetve jobban mondva belátható időn belül látható, mert hogy ezt az október 20-ai kifejezetten meleg, sőt mondhatni forró periódust, vagy rövidebb forró periódust egy igen hűvös időszak előzte meg, hiszen október 15-én vasárnap egy nagyon markáns hidegfront érkezett észak-kelet felől, ami által a Kárpátok hágóin keresztül azért megnyílt az út a hideg sarkvidéki eredetű levegőnek, és például itt Kecskemét környékén is, és a homokhátságokon, illetve a pusztákon több helyütt 16-án és 17-én reggel -3 fokos hőmérséklet volt a jellemző, tehát reggel gyenge légköri fagy előfordult 2 méteres magasságban, és erre egy 48 órás váltással érkezett ez a 30, illetve 30,3 fokos hőmérséklet, tehát könnyen megkaphatjuk a definicionált értéket, miszerint 2 nap alatt több mint 30 fokos hőmérséklet különbség volt a jellemző, illetve a meghatározó. Ezt tanuljátok egyébként meteorológusok, hogy arra már beszélgettünk, hogy milyen komoly képzés az egyetemen az, hogy valaki meteorológussá váljon, hogy az emberi szervezetre az ilyen komoly hőingadozások. Ennek milyen... van egy úgynevezett maga sajátosságú meteorológiai szaknyelve, szakszava, bocsánat, nem szaknyelve, mégpedig humán meteorológia, jobban mondva, ezen belül ugye van az orvos meteorológiai része, ami egyébként ilyenkor ugye aktuálissá is válik, hiszen egy ilyen nagymértékű és gyorsan lezajlódó melegedés során nem csak a frontra érzékenyek szervezetére gyakorol hatást az időjárás, hanem bizony a normál szervezetű emberekre is, hiszen könnyen tapasztalható olyankor mindenkinél nagyon erős fejfájás, migrén, többeknél vérnyomás ingadozás, de bágyattabbak, lehangoltabbak, dekoncentráltabbak, tehát sok ilyen tényező, illetve időjárási front tünet meghatározó ilyenkor, de egyébként az ilyen gyorsmértékű melegedésnél ízületi eredetű panaszok is többeknél fel erősödhetnek, és ez például nálam egy saját tapasztalat, én nekem 13 éves koromban el volt törve a bokám, és mindig, mikor jön a melegedés,
rögtön megérzi. A bokád? A bokám. És olyankor tudom, hogy egy-két nappal előtt, amikor ez a melegedési folyamat elkezdődik, a bokám jelzi, hogy akkor tudja, hogy jön a melegedés, és két nap múlva itt a melegedés. A bokád jelzi, aztán megnézed a gépeket, igen, és akkor igen, nem a gépeket, a modellfuttatásokat, így van, igen. És a prognózisokat, és akkor már abból látom is, hogy már pedig ez a melegedés érkezik. Tehát tapasztalható, igen, a saját, mondhatni ezt nyugodtan, hogy a saját szervezetünk, és ugye jobban akik frontérzékenyek, ők náluk ezt tapasztalhatók. A bokádot leszámítva frontérzékenynek mondhatod magadat? Tulajdonképpen igen, mert fejfájós vagyok, sűrű. És ez ilyen szempontból segíti vagy nehezíti a munkádat, mint meteorológus, hogy a frontra érzékeny vagy? Tulajdonképpen van, amikor nehezíti, van, amikor azért segít is, mert amikor úgy tehát fáradtabb vagyok egy ilyen mondjuk 12 órás szolgálat után, és így még utána az otthoni home office-ban folytatom a teendőimet, és így azt érzem, hogy nagyon fáj a fejem, akkor viszont azt szoktam általában úgy érezni, hogy jobb is, hogy fáj a fejem, mert például, hogyha nem fájna a fejem, akkor lehet, hogy hamarabb bealudnék, be tudnák pihenni. És ezáltal a fejfájás által nem tudok éppen. Akkor a hosszú szolgálatokat ez megsegíti. Igen, így van. Térjünk rá még az októberre, mit emelhetünk ki még az októberi időjárásunkat? Csapadék illetően? Tekintetében is különösen a hónap végén azért teljesített az október, hiszen több helyütt több mint egy havi, októberi havi csapadék mennyiségnek megfelelő csapadékösszeg zúdult le, ami egyébként a sok éves átlag alapján, és hát ilyenkor ugye mindig az 1901-jel kezdődő méréseket vesszük alapul, az októberi hónapra nézve nagyjából ilyen 40-45 mm környékén kell, hogy alakuljon, de voltak itt a Vármegyében is olyan területek, ahol az ötnapos csapadékösszeg például 10. hó 24 és 28 között elérte, illetve meghaladta ezt az értéket, és most érdekességként megemlítenék egy rekordot, hiszen az nem nem Bács-Kiskunvár megye, de ilyenkor mindig, ha egy rekord születik, akkor ezt ki kell emelni, illetve mindenképpen meg kell említeni, hiszen az ötnapos csapadékösszeg hazánk legmagasabb pontján a Kékestetőn, ez alatt az öt nap alatt a 120 mm-t közelítette meg. És ez... ami majdnem három havi októberi csapadékösszeg. Egyébként ez jó, ha már beszéltünk az egészségügyről, egy kicsit a mezőgazdaságról is. Agrometeorológiai szempontból nézve, igen. Igen, hogy mondjuk egy havi csapadékmennyiség egy-két nap alatt leesik. Ez nem jó, éppen rossz? A legszerencsésebb, mert ugye előtte meg most nagyon sokáig nem volt érdemi és számottevő mennyiségű csapadék, ilyen lokális helyi hatások alkott a záporok, illetve még októberben is zivatarok is kialakultak, melyek ugye kisebb területen, illetve kisebb területre korlátozódva okoznak csapadékosabb időjárást, nem nagy terület érintő és érdemi mennyiségű csapadék, de viszont ez az október 24 és 28 közötti időszak öt nap alatt behozta, illetve jóval utolérte, és azért ilyenkor, mikor hirtelen telítődik a talaj, például az őszi vetésnek, mint például a repcének, az sem éppen az egyik legjobb. Mert ugye nagyjából az őszi repcevetés az ilyen szeptember eleje közepe környékén kezdődik, és azért már október elejére, ha fokozatosan október elejére, közepére, ha fokozatos csapadék tevékenységet kapna például a repce, akkor ugye folyamatosan kezden el maga a növény is fejlődni, ezáltal pedig, hogy hirtelen zúdult le ez a nagyobb mennyiségű csapadék erre a növényre, mondhatjuk ezt így is, így tulajdonképpen akár annak is fennállhat az esélye, hogyha ez még nem kelt ki, hogy ez a nagy mennyiségű csapadék kimossa a földből, és akkor a vetésünk kárba visz. Egyébként a meteorológusok segítségét a mezőgazdászok előszeretettel igénybe veszik? Egyértelműen. Tehát különösen a csapadék előrejelzés tekintetében. Bár személy szerint nekem van egy mezőgazdász ismerősöm, aki tulajdonképpen nem igazán szokta így ezeket a magyar meteorológiai oldalakat, ugye, mint az Országos Meteorológiai Szolgálat, időkép, Metnet, stb., hanem ő inkább van egy úgynevezett norvég oldal, és ő azt mondta, hogy abba hisz inkább csapadék tekintetében, mert sokszor a magyar oldalak ő szerinte tévednek, szerintem ez így egyébként nem igaz, mert azért általában ugye, hogyha előre van jelezve az időjárási esemény, körülmény, stb., akkor azért ha egy kis csúszásra, vagy van olyan éppen, hogy hamarabb érkezik, de megérkezik mindenképpen. Ilyen szempontból mondhatjuk, hogy a meteorológusok dolgát megkönnyítik a modellfuttatások során a csapadék érkezését, tehát jobban be lehet határolni mondjuk, hogy mennyi eső várható, mint hogy most pont 25 fok lesz, vagy 22, melyiket egyszerűbb megmondani? Tulajdonképpen azért a hőmérsékletet jobban meg lehet mondani, hiszen azért a modellfuttatások, hogyha a hőmérsékleti fákja egész biztosra mondható, akkor ott be lehet lőni ezt a általában 5 fokos hőmérséklet intervallumot szoktunk egy napra megadni, ugye azért általában mindig, ha délről érkezik a meleg, akkor az ország északi része a hűvösebb, a déli része egyértelműen a melegebb, de viszont vannak olyan érdekes helyzetek, ami például most ősszel szokott beállni, bár ezt még most nem nagyon tapasztaltuk meg októberben, de azért volt
voltak olyan napok, illetve néhány nap erejéig azért ez meghatározó volt, hogy ahol képződött az éjszakai órákban köd, és a nappali időszakban mindez makacsul tartotta magát, ott bizony a naposabb oldalnál csak nem mint egy 10 fokkal volt hűvösebb. És ez kis területen belül is nagy eltérés szokott okozni, hogy például egy ilyen 5 kilométeres távlatban könnyen lehet, hogy tartsa magát makacsul a köd, de 5 kilométerrel odébb süt a nap, is körülbelül 8-10 fokkal melegebb van. Na ilyenkor azért egy icipicit a hőmérsékletet is nehezebb előrejelezni, de tulajdonképpen ez a könnyebb, és hogy a kérdésedre választ adjak, a csapadék tekintetében, ha frontrendszerről, hidegfrontról és hullámzó frontról beszélünk, akkor könnyebb a csapadék mennyiségét meghatározni és előrejelezni, mert hogy egy délről érkező mediterrán ciklon bizony nagyon-nagyon meg tudja borzolni a kedélyeket, és fel tudja adni a leckét az időjárás előrejelzőknek és a meteorológusoknak, mert hogy a mediterrán ciklonnak a pályája, illetve a mozgási területe még az eseménybe következte előtt 12, de akár 6 órával is óriási bizonytalanságot tart magában, hogy bizony ez a mediterrán ciklon délfelől meddig kúszik fel. Olyankor azért szoktunk egy ilyen valamilyen szintű biztos prognózist, illetve várható csapadék mennyiséget kiadni, de mindig ott van, hogy a bizonytalansági faktor nagyon nagy az adott időjárási helyzetre tekintve. És hát ilyen szempontból az őszre külön is felszoktuk hívni a figyelmet, hogyha egy kis rövid kitérőt teltek a rendőrökkel, akár hogy a közlekedési de szempontok is. Így van, tehát a köd miatt is egyértelműen. Így van. Tehát, hogy hát meg az öltözködésre is nyugodtan mondhatjuk, hogy az ősz az megszokott minket tréfálni ilyen szempontból, melyik a kedvenc évszakod mondjuk, ha már egy ilyen kitérőt teltek. Nekem egyértelműen a nyár amúgy, tehát maga egy ilyen nyári gyerek vagyok, mert ugye nyári születésű is, de viszont nagyon-nagyon szerettem ideig ezt az őszi nagyon-nagyon jó időt is, de már most októberben egy picit sok volt nekem ez a 30 fok. Tehát ez így szerintem azért mindenkinek, hogy azért október második felében, vége felé legyen már ez az igazi klasszikus értelemben vett őszidő, 18 fokkal azért napsütéssel, hát reggel meg ezzel a kellemesen hűsítőt 6 fok körül hőmérsékletekkel. Nekem az egyik barátom azt mondta, hogy ő nagyon szereti a meleget, és tudja, hogy ez rossz, hogy ilyen meleg van, de amúgy mégis jó érzés neki. Hát nyilván ez egyébként környezetileg nem egy jó dolog, hogy itt például ilyen meleg volt a szeptember, ilyen meleg volt az október. Erről is hamarosan kérdezlek, de előtte, még ha már itt teszünk egy ilyen kicsi kitérőt meteorológusként, is a nyár a kedvenced? Tehát, hogy szakmán belül évszakot szokták? Tulajdonképpen ott is azt mondom neked, hogy a nyár, mert azért ott történnek események. Tehát azért a nyár, azt tudjuk, hogy egy igen mozgalmas időszak, sokszor vannak zivatarok, sokszor vannak szupercálás helyzetek, és olyankor igen-igen dolgos napjaik vannak egy meteorológusnak, egy időjárás előrejelzőnek, egy veszélyjelzőnek, és tulajdonképpen mondhatjuk akár még azt is, hogy egy repülés meteorológusnak, akinek ugye a Ferihegyi állomáson kell szolgálatot teljesíteni, úgyhogy én ebből a szempontból nézve, bár én ugye ezt a repülés meteorológia részét nem tevékenykedem, illetve nem vagyok jelen benne, de viszont nekik is mozgalmas egy időszak szokott lenni általában a nyári időszak, úgyhogy ebből kifolyólag én mindenképpen a nyarat szeretem. A tavasz az ilyen változó az én szempontomból nézve, mert azért ott ugye vannak is események, nincsenek is. Na most ez az ősz feladta a leckét, ugye pláne a kifejezetten meleg hőmérsékletek miatt, illetve magas hőmérsékletek miatt, most az október a változékonyság miatt, a november pedig, hogy majd mi miatt adja fel nekünk, hát az majd egy picit később, de talán most úgy néz ki, hogy a rétegfelhőzet és a napsütés harcáról fog szólni az a novemberünk, kevés csapadékkal. Na ez is hamarosan kiderül, hogyha velünk tartanak, akkor megtudhatják a legfontosabb információkat, hogy mi vár ránk az időjárásunkat tekintve. Viszont, ha már itt említetted az izgalmas eseményeket, történéseket, így vissza az októberre, ugye születtek rekordok, ezt is már megemlítetted, pont itt Bács-Kiskun vármegyében is, nem messze Kecskeméttől. Hogyha rekord születik, akkor például arra a napra, hogy készül egy meteorológus, tehát érezhető-e, hogy na, majd itt lehet, hogy a legmelegebb nap lesz októberben, lehet, hogy itt fog esni a legtöbb eső, tehát hogy így mikor tudjátok meg azt mondjuk a rekord beállítás előtt, hogy na, itt lehet, hogy rekord lesz, és akkor minden szem oda szegeződik. Akkor megint vissza október 20-hoz, és akkor erre hegyezzük ki a témát most mindenképpen. Ugye nagyon gyorsan érkezett ez az élesváltás, amit mondtam is a hőmérséklet tekintetében. Körülbelül 2 nappal előtte, 18-án már lehetett látni,
hogy meg fog dőlni az október 20-ához kapcsolódó korábbi napi országos melegrekord. Ilyenkor ugye szépen elővesszük a kis dokumentumtárunkat, megnézzük, hogy az adott naphoz tartozó napi országos melegrekord a korábbi évekről mikorra köthető. Nos, egyébként ez az október 20-ai rekord nem is olyan rég volt, 2019-es volt a korábbi rekord 26,9 fokkal, és október 18-án, tehát a esemény bekövetkezte előtt, kettő nappal már láttuk, hogy ilyen 27-28 fok környékén alakulhat a hőmérséklet. Nos, léptünk egyet 19-ére, és olyannyira bedurvult a déli délkeleti áramlás, hogy egyes modellfuttatások már 19-én reggel sejtették a 30 fok érkeztét, majd 19-én délután fel is került tüntetésbe az első prognózisban ez a 30 fok körüli hőmérséklet, bár nem pont Bács-Kiskun vármegyében, hanem éppen Szeged, illetve Békés Csaba térségében, ahol egyébként csak 29 fok volt, csak 29, úgy mint Kecskeméten kerekített helyzetben, de tehát tulajdonképpen így készülünk erre mindenképpen, és amikor már ugye jött az ominózus nap péntek, akkor minden egyes szem és minden egyes kéz, illetve tulajdonképpen számítógép egy valamire figyelt, hogy ez a rekord beállításra fog-e kerülni. Egyébként volt egy kis tréfaság a helyzetben, mert hogy pénteken 11 óra környékén még csak ilyen 23 fok környékén alakult a hőmérséklet, mert összefüggő felhőzet volt a meghatározó. Amint megnyílt a felhőzet és kisütött a nap, egy óra leforgása alatt szerinted hány fokot emelkedett a hőmérséklet? Hát akkor hetet. Pontosan annyit. Pontosan igen, annyit. Tehát ez könnyű is volt így kiszámolni. Igen. Hát nagyon érdekes, hogy hogyan is alakul ez. Ilyenkor örültek egy rekordnak? Mert arról lehet beszélni. Tulajdonképpen azt mondom, hogy igen, örülünk egy rekordnak, mert ilyenkor, hogyha ez a rekord bekövetkezik, illetve úgy történik az előrejelzés és a kiadott prognózis, ahogyan mi azt várjuk, akkor nyilván talán nem ér minket olyan hát mondhatjuk azt meg bántódás, vagy olyan helyzet, amiben akár bele is kell menni, de általában nem szoktunk, hiszen azért vannak olyan helyzetek, hogyha nem történik meg az az adott időjárási helyzet, vagy nem úgy következik be, hogy mi azt várjuk, hát akkor olyankor jönnek a komment huszárok és a nálunk okosabb lévő emberek. Vannak ilyenek, de hát ez a szakma velejárója, akárhogy nézzük. Igen, ugye erről is beszéltünk, hogy azért ilyen szempontból ez egy nem egy egyszerű szakma. Beszéljünk arról, hogy akkor tényleg milyen lesz a november. Vagy van-e még valami az októberhez? Hát tulajdonképpen annyi, hogy ugye volt még egy minimum hőmérsékleti rekordunk 21-én reggel, olyan még soha nem fordult elő szintén a mérések kezdete óta, hogy az éjszakai időszakban trópusi éjszakának megfelelő hőmérsékleti tartomány dokumentáljunk, mindez az is ugye október 21-én bekövetkezett, amikor is voltak olyan területek, ahol az éjszakai órákban sem csökkent 22 fok alá a hőmérséklet, és hozzáteszem, ugye előtte való néhány nappal éjszaka mínusz 3 fok volt itt Kecskeméten is. Tehát akkor az is nagyon kemény, hogy mondjuk 15-16-án nem tudom pontosan mínusz 3 16-án meg 17-én, tehát két egymás követő reggel is fagyos reggelünk volt, és 21-én rá 4 napra 21-22 fokos minimum hőmérsékletek voltak itt a legtöbb helyen az ország déli, délnyugati és délkeleti felén. Nagyon kemény. És akkor rátérhetünk talán A novemberre most már egyértelműen. Igen, mi várható ránk? Vagy jön nekünk számunkra? Ugye most így november első napjaiban, jobban mondva múlt héten október utolsó két napja volt, ami megint csak ugye kifejezetten enyhe időt tárt elénk, sőt október utolsó napjai megint csak nem hazudtolták meg önmagukat a légkört illetően, hiszen nyári a zivatarok, sőt úgynevezett szupercellák is kialakultak, ami azért tulajdonképpen így október utolsó napjaira nézve szürreálisnak mondható, majd a november első napjai hoztak némi nyugodalmat. Múlt hétvégén érkezett egy hidegfront is, de számottevő mértékben nem esett vissza a hőmérséklet, amit viszont most már a hosszabb távú modellfuttatások sejtetnek, sőt tulajdonképpen mondhatjuk, mutatnak is nekünk, hogy azért lassacskán beköszönt az az igazi őszidő naptárhoz igazodó hőmérsékletekkel, és bizony, hogyha nézünk tovább így a hónap közepe környékére, akkor egyre inkább majd szárazabbra fordul az idő, megnyugszik az időjárásunk, nem kell csapadékra számítani, viszont erősödik a köthajlam, fokozódik a kötképződés, ezáltal pedig egy úgynevezett alacsony szintű rétegfelhőzet is képződik, ami nagyjából ilyenkor őszi fél évben tengerszint felett 700 méteres magasságban helyezkedik el, és olyankor ugye a rétegfelhőzet alatt egyértelműen ilyen borongos, párás szürke egyhangú az idő, a hőmérséklet függvényében az őszi időszakban inkább szitálás fordulhat elő ebből a rétegfelhőzetből, a téli fél évben pedig hószálingózás, illetve akár ónos szitálás is, de viszont itt is van egy nagyon-nagyon érdekes helyzet, hiszen a 700 méter feletti hegycsúcsainkon ilyenkor gyönyörű, kristálytiszta azurkék égbolt, zavartalan napsütés, és a lentinél mintegy 10-12 fokkal magasabb hőmérséklet a meghatározó. Tehát most azt tanácsolom minden kecskemétinek, hogyha ez az időjárási helyzet így
novemberben elég hosszan kitartja magát, akkor érdemes egy hétvégén akár a 700 méter feletti hegycsúcsainkra fellátogatni, hiszen ott sokkal szebb idő van, mint például itt lent a városban. Hó? Lehet a hegyeken? Ha már itt mondod a magasságot, nem, majd rátérünk. Egyértelműen nem, hiszen ilyenkor ebben a rétegfelhőzetes helyzetben a fentinél jóval melegebb az idő, mint lent. Ja, értem. Tehát, hogy tehát 10-12 fokkal melegebb van ott, mint itt lent. Ez egy váratlan helyzet. Most engem meglepett most, ha erről beszéltet. Látszik az arcmimikádon egyébként. Azt gondolnám, minél föntebb megyünk a hegyekbe, annál hidegebb. Ebben mondjuk a helyzetben, mikor ugye ez a, tulajdonképpen télen ezt mi úgy hívjuk, hogy egy hidegpárnás helyzet. Az őszi fél évben szokták mondani, mikor még ilyen 20 fok környékén van a hőmérséklet, hogy nem hidegpárna, hanem ilyen langyos párna, de én ezt nem szeretem alkalmazni, kollégák azért elég sűrűn szokták, meg így, ha interneten bulvárkodsz is, meg találkozol ilyennel, azért ez így lehet, hogy majd eszedbe jut, hogy én ezt így megemlítettem, mert lehet, hogy lesznek ilyen szenzációhajászok, akik még ezt így novemberben a 15 fokos hőmérséklet mellett is így fogják használni, de tulajdonképpen ilyenkor már, tehát csak egy ilyen tipikus réteg felhőzettel tarkított időjárás, én úgy szoktam mondani, és valóban, amit ugye mondtam is, hogy ilyenkor azért fent jóval melegebb az idő, egy úgynevezett inverziós hatás lép életbe, hiszen a fenti, tehát a napsütés, illetve a napsugárzás jótékony hatásának köszönhetően ugye fent, hogy ki tudja magát teljesen erőből fejteni, illetve hatását meg tudja mutatni a napnak a sugara, ezáltal ugye fent jóval melegebb az idő, mint itt lent. Hát reméljük, hogy nem hosszú ideig kell ezt elviselni itt majd novemberben, decemberben, bár az előző évekből kiindulva sajnos a tavaly decemberünk elég sokáig így telt el, és azért novemberben is hosszú időszakban volt ez jellemző, illetve meghatározó. Ilyen szempontból ugye az Alföld az abszolút a lentnek. Abszolút. Mondhatjuk. Vannak olyan városok, dimbes dombos városok, ahol pont emiatt melegebb időjárás várható, és mondjuk Kecskemét így az Alföld közepén számíthat a hidegebbre? Hát tulajdonképpen azért, tehát mint mondtam is, ugye ennek a rétegfelhőzetnek a határa olyan 700 méter körül terület, tehát ilyenkor 700 méter alatt egyértelműen nincs kilógás, mindenütt ilyen borongós páras egyhangú időjárás a jellemző, ilyenkor a kivételképzés csak a 700 méter feletti hegycsúcsain képzik, semmi más. Ugye mondtad, hogy megnyugszik az időjárás, csapadékra nem igazán lehet majd olyan sokat számítani az októberhez képest. Hogyan várhatjuk majd, mennyi eső lesz, kevesebb, több? Hát tulajdonképpen úgy azért, hogy haladunk előre az időben, mindig egy-egy picivel a sok éves átlag alapján, most így például november hónapban is csökken a havi csapadék átlagnak a mennyisége, novemberben már csak ilyen 35-38 mm körül van az átlag, és azért, ameddig most biztosabbak az előrejelzések ilyen számottevő és nagy mennyiségű csapadékra, tehát egyelőre nem kell készülni, hogy azért a hónap második fele vagy utolsó harmada mit hoz, azért ott még vannak bizonytalansági faktorok, de egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy inkább a szárazabb periódus felé, és hát ebben a fokozódó köthajlammal fogunk találkozni a novemberi hónapra nézve. Ez a 30 mm, ezt hogyan tudnánk kicsit körülírni, hogy ez mennyi? Ez egy nagy eső, vagy mondjuk három kis eső, tehát hogy ez hogy jön össze ennyi mennyiség? Tulajdonképpen ugye, ahogy érkezik egy időjárási front, abban mi látjuk, hogy mennyi nedvesség lesz, vagy éppen egy mediterrán ciklonban, több kisebb frontból is összejöhet, akár egy nagyobb hullámzó frontrendszerből is, akár egy mediterrán ciklonból is. Ugye a mediterrán ciklonnak az a sajátossága van, hogy ugye általában az mindig úgy jön létre, hogy keveredik az észak felől érkező hideg sarkvidék és a délről érkező nagy nedvességtartalmú kifejezetten enyhe szubtrópusi eredetű légtömeggel, és ilyenkor, mikor a szubtrópusi eredetű légtömegben a nedvesség igen nagy tartalmú, akkor bizony a csapadékképződés is jóval erősebb lesz, illetve nagyobb mennyiségre kell számítani. Mondhatjuk, hogy a szeptember az rekordot döntött, olyan meleg volt. Október 20-a rekordot döntött októberben, mert hogy olyan meleg volt, akkor a november viszont egy átlagos lesz? Hát nem merem már kijelenteni, mert itt semmi nem biztos tulajdonképpen. Akár még az is benne lehet a pakliban, hogy majd valamikor novemberben egy nyári napnak megfelelő hőmérsékleti tartomány, az 25 fok bejöjjön. Hát reméljük decemberben ebben fogjuk kezdeni. Én most azt mondom, hogy legyen valami, tehát hogyha már így minden hónap elejére tudok valami szürreális rekordot hozni, akkor legyen már a novemberrel is így. Most nem így néz ki egyébként a helyzet, de aztán lehet, hogy fordul egyet a szélirány, és akkor majd délfelől megint befut a kifejezetten enyhe idő. Meglátjuk, de akkor olyan nagyon hidegre, tehát fagyok. Nem, egyértelműen nem. Tehát azért az éjszakai időszakban most már majd jobban lehűl a levegő, de ez a fogcsikorgató, vagy jobban mondva ez a sapkaság kesztyű télizokni, nem fog egyelőre betámadni az igazi téli cidri. Magyarán szóval mondhatom ezt így is. Hát akkor egy tipikus őszi időjárásra rendezkedhetünk be majd most. Hát igen, de most már azért a vékonyabb kabátokat elő lehet venni a
kollekciótárból mindenképpen. Azt vizsgáljátok-e egyébként, hogy a globális felmelegedésnek milyen hatásai lehetnek? Vagy foglalkoztok ezzel a témával, ha már itt megemlítettük a szeptemberi-októberi hőséget? Az éghajlatkutató kollégák szoktak vele foglalkozni, nem mindig, de természetesen, amikor van róla hír, illetve kiadják nekik így feladatba, akkor neki kell ezt csinálni. Igen, ugye hát mindenképpen a szeptember volt az egyik ilyen nagyon szürreális ebből a szempontból nézve, hogy ott is ugye 122 éves mérések alapján a legmelegebb szeptember tudhatjuk magunk mögött. Ugye most még az októberi hivatalos adatok nincsenek meg, de egyes klímakutatások és bizony éghajlatváltozási jellemzések azt vetítik előre, hogy az évszázad közepére, tehát nagyjából 2050-re bizony azok a néhány napos hőhullámok, amik most csak így néhány napig tartanak a három hónapos nyári időszakban, az bizony akár az évszázad közepére, tehát jelen esetben 2050-re a három hónapos nyári időszakban mindennapossá is válhatnak. Tehát akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy ennél már csak melegebb lesz. Vagy kicsit rosszabbul fogalmazva, ennél ez már csak tulajdonképpen rosszabb lehet. Hát akkor ne ilyen üzenettel zárjuk a beszélgetésünket, hanem ilyen szokásos zárszóra. Nem azt kérdezem meg, amit ilyenkor meg szoktak kérdezni a meteorológusoktól, hogy fehér lesz a karácsony, hanem azt, hogy egyáltalán lesz-e hó. Hát, hogy lesz-e hó, hát ezt egyelőre ugye még nem lehet tudni. Egy nagyon kedves kollégám feltett nekem a múltkor egy olyan kérdést, és csak ámultam-bámultam, hogy idén miként fog jönni a Mikulás, szánon, csónakon, gumicsizmában, fürdőruhában, vagy esetleg még strandra is ki tud menni. Hát december 6-áig azért még szűk egy hónap hátra van, úgyhogy még erre sem tudok konkrét választ adni. Természetesen azért vannak olyan modellfuttatások, amik adnak erre a napra szóló prognózist is, illetve valami szintű előrejelzést, és amint én rápillantottam a napokban, olyat láttam, hogy az akár Mikuláskor kicsit hidegebb is lehet, de viszont, hogy egy picit toljuk tovább ezt az időtávlatot legalább december 24-ig, és mondtad, hogy nem kérdezel rá a karácsonyra, én viszont mondom, hogy ezt én most jelen pillanatban megnéztem, és a mostani állapotok alapján, de ennek a bekövetkezési esélye 0,1% az enyhe periódus felé billen megint csak a karácsonyi időszak során annak az ominózus mérlegnek a nyelve, de mondom, erről még ilyenkor nem kell beszélni, de az előző évek tendenciáiból kiindulva, mi is volt tavaly karácsonykor, nem emlékszel? Nem nagyon. 15 fok 17, aha, új évkor 20. És akkor most is hasonlóra hát számíthatunk. Én személy szerint egyért, meg a most, tehát amit megnéztem, az azt mutatta előre, hogy inkább az enyhe oldal felé. De mondom, ennek még a bekövetkezési esélye 0,01%, tehát ennél többet nem adok ennek. Hát nyilván majd, hogy közeledünk az idő folyamán előre, folyamatosan tisztul a kép, és akkor meglássuk, hogy miként alakul. Hát mindenki örülne egy fehér karácsonynak szerintem. Meg mikor is volt már? Hát így nem emlékszem vissza. Tehát én még nagyon gyerek voltam, amikor fehér karácsonyra emlékszem. Talán a 2008-as vagy 9-es esztendőben erre így teljesen nem emlékszünk, volt egy nagyon hektikus karácsonyi helyzetünk, amikor is december 24-én kifejezetten enyhe idő volt a meghatározó, még ez 25-én nappal is kitartotta magát, majd 25-én este nyári a zivatarokkal jégeső érkezett, és 26-án viradóra pedig 10 cm vizes tapadó hóréteg borított a talajt, ami 26-án délután elolvadt, és 27-ére megint 10 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Tehát ez megint így 4 nap leforgása alatt a 4 évszak magyarán szólva egyben. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy megint beszélhettünk erről, és akkor további jó munkát neked, várunk vissza majd legközelebb. Én is köszönöm, hogy itt lettem, és érkezem majd legközelebb is. Bakota Zsolt meteorológust hallották az elmúlt percekben, ennyi fért bele a mai műsorunkba, tartsanak velünk a továbbiakban is, én viszont most búcsúzom, Vízi Zalánt hallották, a viszonthallásra.